képviselőtársaink, Dócs Dávid képviselő úr, a Mi Hazánk képviselője. Kérdést kíván feltenni a technológiai és ipari miniszternek, ki fogja megfizetni az önkormányzatoktól elvont rezsicsökkentés által keletkezett terheket címmel. Tájékoztatom önt, tisztelt képviselő úr, hogy Konzsófia miniszterhelyettes állapotkirászkodj fog önnek válaszolnia. Dózs Dávid képviselő úr, a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterhelyettes államtitkár asszony. Az elmúlt években a Covid miatti lezárások nem csak megterhelték a gazdaságot, de az emberek tartalékait is felemésztették. Ez ugyanígy igaz az önkormányzatokra, melyeknél több megszorító intézkedés is be lett vezetve, valamint az önkormányzatok saját bevételének nagy részét is elvonta az állam, komoly működési zavarokat okozva ezzel a pénzügyi tartalékok nélküli önkormányzatoknak, hiszen mindezen intézkedéseket egy elfogadott költségvetés után vezette be a kormány, ráadásul úgy, miszerint a bevételi oldalt a saját adók elvonásával csökkentette, még a védekezéssel kapcsolatos költségeket az önkormányzatokra hárította, növelve ezzel a kiadási oldalt. Nem teljesen értem, hogy mitől családbarát egy olyan intézkedés, melyet közvetve a helyi közösségek fizetnek meg. Ahelyett, hogy a bajba jutott önkormányzatokra hárítaná át a kormány a rezsicsökkentés megvonásának a terheit, inkább ajánlom figyelmünkbe korábbi javaslatunkat, melyet mi járványszolidaritási adónak neveztünk, és a Covid ideje alatt milliárdokkal gazdagodó multikat kötelezte volna a közterhekből való nagyobb rész átvállalására. Az önkormányzatokat nem tovább sújtani kell, hanem az új kihívásokra való tekintettel felül kéne vizsgálni a normatíva összegét, a kötött normatíva felhasználhatóságát és a pántlikázott pénzek szabadabb körű átcsoportosíthatóságát. Ne azt a lovat üsse a kormány, aki húz, hanem fogjuk be azokat, akik eddig nem vették ki a részüket a közös terhek vállukon viselésükből. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ Konzsófia miniszterhelyettes államtitkár asszony fogja megadni, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Szeretném arra emlékeztetni, hogy ez a kormány hajtotta végre 2010 után a csőcélére jutott önkormányzatoknak a konszolidációját. 2010 előtt a baloldali kormányok forrásbiztosítása nélkül 3500 hatáskört adtak át az önkormányzatoknak, ezzel eladósítva azokat. A nemzeti kormány viszont történelmi adósságkonszolidációt hajtott végre, mint egy 1400 milliárd forint értékben vállalta át 2078 önkormányzat adósságát. Ezzel kilátástalan és tarthatatlan helyzetből mentette ki a magyar falvakat, városokat. Mint bizonyára ön is tudja, a rezsicsökkentés eredetileg a családoknak szólt. A kormány a koronavírus válság miatt döntött úgy, hogy abba az önkormányzatok és a kis- és középvállalkozások is beléphessenek. Ahogy ma már szintén elhangzott, a kormány döntése értelmében mintegy 100 000 kisvállalkozó továbbra is részesen marad a rezsicsökkentésnek. Az elmúlt években az önkormányzatok korábban nem látott mértékű lehetőségekhez jutottak Magyarországon, még 2010-ben 443 milliárd forintból gazdálkodhattak, 2021-ben már 865 milliárd forint állt a rendelkezésükre. A Modern Városok Program összességében 270 projektet támogat 4000 milliárd forintot meghaladó fejlesztési forrással, a Magyar Falu Program 3 éves összesített költségvetése pedig meghaladja az 1000 milliárd forintot. Azt is fontosnak tartom kiemelni, hogy az elmúlt időszakban számos önkormányzati épület energetikai korszerűsítésére sor került. Itt gondolunk a nyilászáró cserére, a szigetelésre, a napelemek felszerelésére, ami egyértelműen segíti az energiahatékonyságot, és sokkal gazdaságosabban tudnak gazdálkodni. Azt is fontos kiemelni, hogy az önkormányzatok támogatásai is nőnek. Például 2023-tól megszűnik a KKV-k iparűzési adó kedvezménye, ez 100 milliárd forintos többletbevételt jelent az önkormányzatoknak. A nemzeti kormányok mindig segítették az önkormányzatokat, sajtuk keresztül az ott élő embereket. Kérem, ebben önök is támogassák a kormányt. Köszönöm szépen!